A megyei önkormányzat azoknak a településeknek a vezetőit hívta meg a tájékoztatóra, amelyek a megyével közösen kívánják megvalósítani fejlesztési elképzeléseiket, azaz pályázatírói, előkészítői, projektmenedzsmenti segítséget is várnak az önkormányzattól. Mint a megyei közgyűlés elnöke kiemelte, várják további települések jelentkezését is, mivel bárkivel szívesen megosztják az elmúlt években felhalmozódott tapasztalatot és tudást. A pénteki rendezvényen az első pályázati lehetőség hallhattak tájékoztatót a megjelentek. 12 támogatási felhívás jelent meg most, ebben kettőben a megyei önkormányzat kedvezményezeti szerepkörben konzorciumvezetőként van feltüntetve, tehát ez mondjuk így világos kotta alapján történik. 10 támogatási felhívásban pedig várjuk a települési önkormányzatok, alapvetően települési önkormányzatok jelentkezését. Több 10 milliárd forintról van már most szó ebben a pályázati etapban is. Az éves fejlesztési keretek tekintetében pedig jövőre, illetve az követő évben is hasonló nagyságrendben várhatóak támogatási felhívások. Mint a megyebeli települések többségén, Újfehértón is számítanak a pályázati forrásokra. Ha prioritási sorrendet kell mondanom, akkor természetesen legfontosabb lenne a belvíznek a kezelése, hiszen nem azért nem volt az elmúlt 2-3 évben belvíz probléma nálunk, mert megoldottak a problémáink, hanem azért, mert a száj volt. Tehát nekünk nagyon fontos lenne, hogy az a 7-8 góc pont, ahol folyamatos védekezések voltak az elmúlt időszakban, ennek a kiépítése megtörténjen. Ez több mint 300 millió forintos nagyságrendet jelent ebből a szempontból. Sajnos az is igaz, hogy összesen a nem járászékely települések maximum 2 pályázatot nyújthatnak be megyei szinten erre a ágazati keretre, de én bízom benne, hogy azért ezt mindenki mérlegelni fogja, hogy indokoltságát tekintve én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a megyén belül Újfehértótól nincs indokoltabb település, ahol ezt a kérdést meg kellene oldani. A pályázatokat a hónap végétől lehet benyújtani, az első beruházások pedig várhatóan ez év őszén indulhatnak el.